vízügyi beruházás, mintegy 1,2 milliárd forintos Európai Uniós forrásból épül tájgazdálkodási és vízgazdálkodási infrastruktúra a Berekben. Szakdolgozói diploma, 26 ápoló és 14 csecsemő és gyermekápoló vehett át diplomáját a Jós András Oktató Kórházban. Helyszínelők versenyeztek, 9 csapatnak kellett életszerű helyzeteket megoldania a Nyíregyházán rendezett megyei megmérettetésen. Mintegy 1,2 milliárd forintos Európai Uniós forrásból épül tájgazdálkodási és vízgazdálkodási infrastruktúra a Berekben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A projekt célja, hogy optimális területhasználat mellett a tájgazdálkodás és a természetvédelem érdekében megtartsák a vizet a térségben. Ez segítséget nyújt majd a mezőgazdaságból élők, valamint a Bereg védett élővilága számára is. A műszaki munkák befejeződtek, a projekt zárása októberben várható. Ezen a térképen éppen azt mutatják a Feti Vízik szakemberei, hogy a Bereg mely részein valósult meg tájgazdálkodási és infrastruktúra fejlesztés. A projekt keretein belül olyan tájgazdálkodást alakítottak ki, amely során a környezetállapota javul, miközben a gazdálkodók életkörülményei is kedvezőbbé váltak. A pályázatnak a lényege tulajdonképpen, hogy tiszai vízpótlással a Berekbe vizet tudunk juttatni ideiglenes szivattyú állásokon keresztül. Több vízkormányzó és vízkormányzó műtárgy épült meg, melynek segítségével vízmegtartást és vízkormányzást tudunk végrehajtani. Meglévő csatornák rekonstrukcióját valósítottuk meg, illetve új vízpótló csatornákat építettünk. Itt a mögöttem látható vízszintérzékelő műszer is a pályázat keretében valósult meg. Több helyszínen is megvalósult ilyen létesítmény, ami azt a célt szolgálja, hogy valós azonnali képet kapjunk az adott csatornák, a fontosabb csatornák vízállásairól. 1,2 milliárdból valósult meg KEHOP forrásból. Megint mondom, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Feti Vízik közös konzorciumában. A projektben mintegy 20 településen, 22 ezer lakos és több mint 860 hektárnyi terület érintett, ahol optimális esetben megközelítőleg 7 millió köbméter vizet tudnak visszatartani a vízügyi szakemberek. Ezzel a száraz, aszályos időszakban segíteni tudják a gazdálkodókat, biztosítva a megfelelő mennyiségű öntözővizet, valamint a vízkormányzással elő tudják segíteni a természetvédelmi értékek megóvását is. Két vízpótló mű épült meg, épültek depónia magasítások, mondjuk körülbelül 130 méter hosszan, épült három új vízpótló csatorna, 73 darab új műtárgy, vagy műtárgyrekonstrukció, 26 darab új műtárgy épült, ebből egy nagyobb a Makócsa főcsatornán, ami a vízszint szabályozást teszi lehetővé. Vízszintérzékelők épültek 6 helyen, és még anyaggödör rendezése is történt, a gerénesi anyaggödör. Ezen kívül még a fenntartásra eszközbeszerzés is lett tervezve, ami a fenntartást fogja segíteni. A Beregi tájgazdálkodás program során a már megépült Beregi tározónál 103 műtárgy volt. A projekt tavaly februárban kezdődött, mára pedig műszakilag elkészültek a vízvisszatartó rendszerek. A beruházás keretében összesen 26 új műtárgyat építettek, és 73 már meglévőt újítottak fel. Így a Beregi térségben mintegy 200 kilométernyi csatornahálózat és több mint 200 műtárgy segíti a vízgazdálkodást. 40 kórházi dolgozó tett sikeres ápoló, illetve csecsemő és gyermekápoló vizsgát a Jós András Oktató Kórházban. Az OK és szakképesítés megszerzésére egy közel 2 milliárd forintos országos EFOP-os pályázat keretein belül volt lehetőség, amely az egészségügyi ápolók felzárkóztatását célozta meg. A versenyképes diploma úgynevezett ráépített szakképesítések megszerzését is lehetővé teszi a képzésben résztvevők számára. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház 2012-ben szerzett akkreditációt saját képzési programok indítására. Ekkor tervszerű, hosszú távú humán erőforrás fejlesztési programba kezdtek.
Ennek célja, hogy a legmagasabb képesítéssel rendelkezők tudjanak a gyógyító tevékenységben részt venni. Jelenleg közel 5000-en dolgoznak a Jósa András Oktatókórházban, az intézmény pedig a nevéhez hűen nagy hangsúlyt fektet az oktatásra is. Nagyon sok képzést szerveztünk, ez nem is tudom, talán a 8. vagy 9. képzésünk most. Eddig több mint 200-an kaptak olyan bizonyítványt, amit nálunk szereztek, mint a saját oktatóink részvételével szerzett képesítéseken tudtak megszerezni. És a folyamat az nem áll meg, most 8 különböző képzésünk van folyamatban. 60-valahány kollégánk tanul éppen jelen pillanatban is, és további képzéseket is szervezünk a következő hónapokban. A felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési program lehetőséget adott az ellátórendszerben dolgozó, de OKI előtti szakképesítéssel rendelkező ápolók számára az OKI szakképesítés megszerzésére. Az EFOPOS projekt Európai Uniós támogatása országosan közel 2 milliárd forintból valósult meg. A projekt gazda az Állami Egészségügyi Ellátóközpont volt. Nyíregyházán 2017-ben kezdődött a képzés, és gyakorlatilag 26 fő végez most, mint ápoló, és 14 fő, mint csecsemő és gyermekápolószak. Ennek a képzésnek az volt az érdekessége és a lényege, hogy egy OKI-s alapképzés biztosított, majd azt követően egy 2 éves képzés volt, 2 évig tartó képzés volt, majd ezt követően egy ráképzéssel egy magasabb szintű szakápolói diplomát kapnak, OKI-s diplomát kapnak a most végzett hallgatók, illetve csecsemő-gyermekgyógyászati ápoló diplomát kapnak. Ezzel versenyképes diplomához jutottak a dolgozók, hiszen erre rá lehet építeni további képzéseket, legyen szó a műtős vagy az anesteziológus szakterületről. Ez pedig azért fontos a kórház számára, mert itt több munkakörben is alkalmazhatóvá válnak a szakemberek. Drónos baleseti helyszín felmérése, vezetéstechnika, intézkedés taktika, többek között ezeket a feladatokat kellett megoldaniuk a megyei közlekedési baleset helyszínelő verseny résztvevőinek. A Nyíregyházán 8. alkalommal megrendezett megmérettetésen 9 párosnak kellett számot adni tudásáról, a 2 legjobb helyszínelő pedig az országos döntőben képviselheti Szabolcs-Szatmár Bereg megyét. Így néz ki a légtérhasználati engedély, amit minden egyes repüléshez meg kell kérni. Egy drón által okozott balesetben járnak el a tiszavasvári rendőrök. A 8. alkalommal megrendezett megyei közlekedési baleset helyszínelő versenyen az új eszközökkel és technológiákkal együtt járó baleseti veszélyforrásokkal is találkoztak a résztvevők. A drón kezelése és használata az még jogszabályilag, tehát nincs rendezve, nincs tisztázva, ez még tervezet alatt van, és a közeljövőkben, mivel megszaporodott a drónok alkalmazása, használata, ez mindenképpen tehát új, úgymond baleseti forrásokat jelent, és mi rendőrök igyekszünk felkészülni arra, hogy minden új feladatra úgy tudjunk fellépni, hogy azt tudjuk kezelni. A 9 párosnak olyan életszerű feladatokat kellett megoldaniuk, melyekre a helyszínelők a mindennapokban is találkozhatnak. Elméleti felkészültségekről tesznek tanúságot, illetve maga a gyakorlati tevékenységet is bemutatják, mennyire értenek a technikai eszközök használatához, azokat milyen hatékonyan tudják használni, milyen az átlátó képességük, hogy mennyire tudnak térben tájékozódni, mennyire tudnak kreatívak lenni, hogyan el tudják-e képzelni magának a balesetnek a bekövetkezési mechanizmusát, és ezt mind össze kell gyúrni egy egészé. A verseny nem csak a legjobb baleseti helyszínelő cím elnyeréséről szól, hanem a szakmai fejlesztést is szolgálja. De tulajdonképpen egy ösztönző is valamennyi baleseti helyszínelő részére, hogy már csak a verseny miatt is egy plusz felkészülést hajtson végre, minél jobban tisztában, minél hatékonyabban és pontosabban tisztában legyen a rájuk vonatkozó normákkal, szabályzókkal, melyekre azt szeretnénk tulajdonképpen elérni, hogy a hétköznapok során, amikor történik egy közlekedési baleset, akár közúti, akár bármilyen más, és mindegy, hogy van személyesülés vagy nincs, minél gyorsabban, minél eredményesebben, minél precízebben, pontosabban tudják a mindennapi feladatokat is végrehajtani. A legjobban teljesítő megyei helyszínelőket egyéni és páros kategóriában is díjazták, az élen végzett rendőrök pedig az országos döntőben adhatnak számot tudásukról, melyet szeptember 18-a és 20-a között rendeznek meg Hollókőn.
4 határsértőt tartóztattak fel a beregsurányi határrendészeti kirendeltség munkatársai Tarpán szeptember 4-én. Az okmányokkal nem rendelkező 2 férfi, 1 nő és 1 gyermek kínai állampolgárnak vallotta magát. A külföldieket a rendőrök idegenrendészeti eljárás lefolytatása érdekében előállították a határrendészeti kirendeltségre. Az eljárás során megállapították, hogy a külföldi személyek mongol állampolgárok. A tiltott határsértőket, akik az eljárás adatai szerint illegálisan léptek be Magyarország területére, kiutasították, majd szeptember 5-én átadták az ukrán határőrizeti szerv képviselőinek. Két hónap múlva teljesen eltűnik a forgalomból a régi 1000 forintos bankjegy. Október 31-e után csak is a márciusban megjelent új 1000-essel lehet fizetni. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a régi bankjegyek azonnal elveszítik értéküket. Azok a bank és postafiókokban 3 évig, a Magyar Nemzeti Bank lakossági pénztárában még 20 évig díjmentesen beválthatóak. A jegybank 2014-ben kezdte meg a bankjegyek cseréjét, és 2019-ben akarják lezárni. Legutoljára az 500-ast újítják meg, ami következő év februárjában jelenik majd meg. 700 000 forintot adományozott a Rotary Klub a Jós András Oktató Kórháznak. Ez annak a jótékonysági koncertnek a bevétele, amelyet augusztus 15-én rendezett a klub közösen a Kántemusz kórussal. Az összegből audiométert vásárol majd a kórház. Újabb civil adománnyal gazdagodott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház, a Kisegyetemi Oktató Kórház. Ezúttal a Kántemusz kórus és a Rotary Klub összefogása vezetett eredményre. Szabó Dénes Karnagy úrnak a kezdeményezésére megkereste Pták István barátomat a Rotary Klub részéről ennek a programnak a megrendezési lehetőségével kapcsolatban, és azon nyomban igent mondtunk. Most látva, hogy közel 700 000 forintot sikerült összegyűjteni egy koncert során, úgy látom, hogy ez egy nagyon sikeres program volt, és nagyon szívesen állunk rendelkezésére a Kántemusz kórusnak, hogyha későbbiekben is ilyen kezdeményezésekben gondolkozik. Augusztus 15-én rendezték meg a Kántemusz kórus fesztivál nyitó hangversenyét a római katolikus templomban. Az eseményen 2000 forintos adományjegyek megvásárlásával lehetett támogatni az idős betegek gondozását segítő eszközök beszerzését. A koncert bevétele 686 000 forint volt, amelyet a Rotary Klub kipótolt, így kerek 700 000 forintból vásárolhat a Jós András Oktató Kórház audiométert. A hallásélesség mérésére szolgáló készülék az idős emberek hallásvizsgálatához járul hozzá. Ahhoz, hogy ez megfelelően működjön, ahhoz erre a műszerre is szükségünk van. Másrészt az alapítványunknak egy nagyon fontos célkitűzése lett az utóbbi időben az idős betegek ápolási körülményeinek javítása. És úgy gondoltuk, hogy az időskorban gyakran fellépő halláskárosodás vizsgálatához ez az eszköz nagyon nagyszerűen meg fog felelni. Tehát valahogy az alapítványi célkitűzéseket, a kórház segítségét és magát azt a módot, ahogy ezt a támogatást megkaptuk, sikerült ezzel az eszközzel úgy gondoljuk összekapcsolni. A Rotary Klub a továbbiakban is segíti a kórházak működését. Jelenleg a Mosolygó Kórház Alapítvány számára készítenek egy 200 oldalas kifestőt, amelynek különlegessége, hogy gyerekek készítik azon betegtársaik részére, akik hosszas kórházi kezelésre szorulnak. A junioroknál és a kadetteknél a KSC Szekszárd, a serdülőknél pedig a házigazda Nyíregyházi Kosársuli nyerte az NKS felkészülési tornáját. 3 nap alatt 3 helyszínen összesen 16 lánycsapat lépett pályára. Már hagyomány, hogy a Nyíregyházi Kosársuli a korosztályos bajnokságok kezdete előtt egy utánpótlás tornát rendezve igyekszik minél több játék lehetőséget biztosítani a fiatal kosarasoknak. Ezúttal 3 korosztályban 16 együttes mért össze tudását a Szent Imre Gimnázium, a Bánki Szakközép és az Ötvös Gyakorló Csarnokában. A házigazda NKS szakmai igazgatója szerint a meccsek jól szolgálták a felkészülést a tétmérkőzésekre. Nagyon jó torna volt, tehát úgy gondolom, hogy azért a juniorban olyan csapatokat sikerült meghívnunk, akik
akik azért az élmezőnyhöz tartoznak, akik már ugye játszanak sok esetben amatőr NB1-es mérkőzéseket is. Korosztályos válogatottak is voltak ezekben a csapatokban, és minden tekintetben jó mérkőzések voltak, színvonalas mérkőzések voltak. A junioroknál ott a Szekszárd nyerte ezt a tornát, második helyen a Beasz végzett, és harmadik helyre sikerült nekünk bejönnünk. Az igazság, hogy ennek a tornának azért jellegzetessége volt az, hogy itt a kandidátusi játékvezető továbbképző is volt, és így a mérkőzéseket fél időkben cserélték a játékvezetőket, tehát 3-3 játékvezető mechanizmussal, és a junioroknál ez komoly gondot és problémát okozott, nem tudtunk alkalmazkodni ehhez a szituációhoz, de úgy gondolom így, hogy tehát akkor nagyon az okon esett, és nagyon bosszantott a dolog, de egy utólag azt mondom, hogy tanultunk ebből is. A kadett korosztályban is a Szekszárd végzett az élen, megelőzve a nyíregyházi kosársulit. A Serdülőknél a házigazdák csapata szerezte meg az első helyet. Mint Farkasinszki Gyuláné elmondta, a juniorok tornája egyben a felnőtt csapat felkészülését is segítette. Nekünk per pillanat 3 felnőtt játékosunk van, akik képviselik az idősebb generációt, de az előző évben is a juniorjaink már igencsak sok szerepet kaptak az amatőr NB1-es bajnokságokban. Ahogy most elnéztük itt ezeket a felkészülési mérkőzéseket, szerintem szépen sem odaérnek, de ha kicsit belegondolunk, az annak idején azok a játékosok, a 95-öseink, tehát itt a Diáék, a Dúnya Betty, vagy a Vanessa, tehát ők ugyanebben a korban kezdték azt, hogy amatőr NB1-ben játszanak. Tehát tehetségesek, ügyesek, tényleg szerintem jó felkészített játékosok. Na most ugye itt nekünk majd peppent annyi a dolgunk csak, hogy a rutint és a fiatalos hévet valamilyen szinten összecsiszoljuk. Az amatőr nemzeti bajnokságban a felnőtteknél szeptember végén kezdődik a szezon, a juniorok és a serdülők viszont már a hétvégén tétmeccseken lépnek pályára. A hétvégén Székesfehérváron rendezik meg az atlétikai csapat bajnokság döntőjét. A 12 résztvevő együttes között címvédőként indul a Nyíregyháza Debrecen vegyes csapat. A győztes 5 millió forintos pénzdíjjal gazdagodik a versenyt követően. Tavaly és tavaly előtt is a nyíregyházi debreceni vegyes csapat nyerte a CB döntőt, amelyen a keleti, illetve nyugati elődöntőből továbbjutó 6-6 csapat vesz részt. A hétvégén Székesfehérváron nem lesz könnyű dolga a címvédőnek, mivel a budapesti Honvéd nagyon megerősödött erre a szezonra. A jó eredmény eléréséért sokat tehetnek a nyíregyházi dobók, a Szikszai Róbert, Káplár János, Kerekes Gyóra és Kerekes László által szerzett pontokra nagy szüksége van a vegyes csapatnak. A dobók mellett a nyíregyházi futótól is várják a pontokat a szakemberek. Népes futócsapat fog indulni Székesfehérváron, hiszen az esélyesek mellett, a Tasi T. Dávid, illetve az Osváth Kriszti mellett a fiatalok is helyet kapnak, így Botos Boglárka, a fiatal sprinterek négyen is képviseltetik magukat 100 és 200 méteren, valamint a váltókban is zömmel nyíregyháziak fognak versenyezni. Szezon végén, általában szezon végi eredmények szoktak születni, bár mostani Szuperliga versenyből kiindulva született jó pár kiemelkedő eredmény, én azt gondolom, hogy egy-két kiugró eredmény nálunk is lehet, de inkább már szezon végi eredmények lesznek, amik dominálni fognak. A nyíregyházi ugrószakág ezúttal foghíjas lesz, sérülés, illetve betegség miatt többen hiányoznak majd a csapatbajnoki döntőről. Sajnos csak két ugró vesz részt, Bakosi Peti, hát ő tőle azt várjuk, hogy nyerje meg és hozza meg a legtöbb pontot. Zajász Petának is van esélye, esetleges győzelemre, nagyon jól ugrott a ligaversenyen, pici szerencsével nyerhetett volna, én azt gondolom, hogy egy háromba kell mindenképpen lennie, hármas ugrásba, távugrásba pedig szerintem a 6.-8. hely valamelyikét tudja elhozni. Sajnos Leveleki Bence, ugye az ismert okok miatt műtötték a manulát, nem tud részt venni, Pár Robinnak szintén műtéte volt, hasfalsé volt, tehát ő se tud, kiesik a csapatból, Varga Péter tért fájdalmai vannak, tehát ő sem tud a csapattal tartani, úgyhogy meg Buzga Zoltán, aki tavaly nagyon jó pontszerzők voltak, úgyhogy sajnos az ugrók tartalékosan vesznek részt ezen a CB-n. A CB döntő pénzdíjas, a győztes csapat 5 millió forinttal gazdagodik, de még az utolsó helyen végző gárda is hazavihet majd 1 millió forintot. Elkészült a labdarúgó Magyar Kupa első fordulójának párosítása. A megyebeli csapatok közül az NB1-es Kisvárda Szolnokra, az NB2-es Nyíregyháza Spartacus Nyírbátorba látogat. Az NB3-as Sényő Tordason lép pályára. A két megyei első osztályú csapat közül a Balkány az András Hidát fogadja, az Ibrány pedig Kalocsán játszik majd a továbbjutásért. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
mintegy 1,2 milliárd forintos Európai Uniós forrásból épült tájgazdálkodási és vízgazdálkodási infrastruktúra a Berekben. A projekt célja, hogy optimális területhasználat mellett a tájgazdálkodás és a természetvédelem érdekében megtartsák a vizet a térségben. Ez segítséget nyújt majd a mezőgazdaságból élők, valamint a Berek védett élővilága számára is. A műszaki munkák befejeződtek, a projekt zárása októberre várható. 2012-ben indított hosszú távú humán erőforrás fejlesztési programot a Jós András Oktató Kórház. Ennek egy újabb állomásához érkezett az intézmény, hiszen 26 ápoló és 14 csecsemő és gyermekápoló szerzett diplomát. A képzés az országosan közel 2 milliárd forintos, felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési program keretein belül valósult meg. 9 párosnak kellett életszerű helyzeteket megoldania a Nyíregyházán rendezett megyei közlekedési baleset helyszínelő versenyen. A feladatok között szerepelt többek között drónos baleseti helyszín felmérése, vezetéstechnika és intézkedés taktika. A két legjobb helyszínelő az országos döntőben képviselheti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 5-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Észak felől holnap már száraz, egyenlőre még hűvös levegő érkezik fölénk. Az előttünk álló éjszaka még zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északi szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hét második felében már több lesz a napsütés, de még erősebb gomoly felhőképződés is várható, emiatt zápor, zivatar elszórtan kialakulhat. A hőmérséklet nem változik lényegesen, a Dunántúlon hűvösebb, keleten enyhébb idő lesz. A jövő héten mérsékelten meleg, kora őszi idő várható sok napsütéssel, számottevő csapadék nélkül.